7 éves koromtól kezdtem el így szakkörbe járni, és már akkor az, hogy csendéletet, vagy a Dávid kinagyított gipsz fülét, vagy orrát rajzoljam, az nem, de az élő modellt, fejet, majd 11 éves koromban azt hiszem már aktot rajzolni, az egy nagy élmény. Kisképzőből festőszakra vettek föl, tehát az olyan volt, hogy aki kevésbé tehetséges, azok valamelyik iparszakra kerültek, üveg, szak, ötvös, a többi textil. A két erős szak a grafika és a festő szak volt. A mozi, igen, abszolút szenvedélyem, és teljes mértékben Leninnel értettem egyet, aki azt mondta, hogy a művészetek művészete a film, és valószínű, hogy az, hogy a végül a rajzfilmnél kötöttem ki, az azért van, mert ötvöződött a képzőművészet, a rajzkészség, a színészi ambícióim, és ezt pontosan a rajzfilmben a figuráimmal kiélhettem, vagy eljátszhattam. Abba a hármas szobában indult hihetetlen karrierem. Oda léptem be, mint fázisrajzoló gyakornok a Dargai Attila stábjában, amely a kettes szobába tartózkodott a Dargai Attila, és akkor ebben a Diobér Királyfit kezdték el rajzolni, és abba kapcsolódtam én be, mint gyakornok. Azok a rendezők, akik egyben mozdulattervezők is voltak, mert tudtak animálni, tehát Dargai, Jankovics, Gémes, én a későbbiek során, mert voltak olyan rendezők is, akik nem tudtak animálni, hanem animátorokkal dolgoztattak, de Marci már akkor nem tudott annyi filmet animálni is, tehát animátorra is szüksége volt, és akkor nála lettem animátor is, és aztán jött a NEP korszak. A modern edzésmódszerek az a NEP ötlete volt. Őt is izgatta a sport, csak pont ellenkező előjellel. Ő vallotta Churchill-lel, hogy csak no sport, semmi sport, az nagyon ártalmas az egészségre. De tudta az én ellenkező előjelű mániámat, és eleve nekem írta, vagy számomra írta a forgatókönyvét, úgyhogy ilyen szempontból páros munka, vagy ez is ilyen duett, padödő. Tartsunk kutyátnál, ott azért közös a szenvedély. Mindig volt kutyája, csak német juhász, mert az a kutya. Ő erről csinált egész estés filmet is, Kutyám naplója címmel, úgyhogy az a közös szenvedély volt. Hallottam, hogy ez egy olyan műfaj, amivel szemben vannak eredendő elvárások, rajzfilm,
akkor az valami kedves, mulatságos, vidám, minden esetre humoros. Aztán persze készültek nagyon-nagyon szép, nagyon klassz filmek, de az valahogy a köztudatban annyira nem terjedt el, és hogyha egy műfajjal szemben vannak elvárások, akkor avval szembe menni alkalmilag lehet, és én is szívesen megyek, vagy mentem volna, ha érdekelt volna, de hogy állandóan szembe menni az elvárásokkal, azt én dőreségnek tartottam, és azt vallottam, hogy olyan filmet akarok csinálni, amit én nézőként is szeretek, valamint amit csinálom is, szórakoztat és jól érzem magam közben, és nem látom a lila köttől a rajztáblát.